És kerüljünk megint terítékre, mi magunk foglalkozunk az egészségünkkel, méghozzá egy olyan különleges dologról beszélgetünk, ami hát mondhatni, hogy mindenkit veszélyeztet, korunknak igazi népbetegsége, illetve ez egyszer csak jön, ha valaki semmit nem érzett, akkor is egyszer csak ott van, és nagy a baj. Hogy miről beszélek? Ez a stroke. Vagy hányféle néven is ismerhetjük, ezt kérdezzük Éliás Tibortól, aki azt hiszem, hogy most nagyon sok érdekességet fog nekünk elmondani. Szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor talán a legeslegfontosabb dologról beszélünk, hiszen sajnos Magyarországon a statisztikák azt mutatják, hogy még mindig minden más, sőt, 100-ból 57, tehát már több mint minden második ember halálát szív- és érrendszeri okok okozzák. És ezek között különösen nagy számban találhatók a stroke által okozott halálokok, de még nagyobb számban a bénulások. Tehát az a szerencsés, talán ezt mondhatom, aki nem szenved sokáig, de az, akinek lebénul a fél teste, vagy az a, talán egy része a testének, vagy olyan kényszerhelyzetben van, szoktam mondani, és most ne sértődjön meg senki, hogy van rosszabb, mint a halál. Tehát amikor az ember kiszolgáltatott másoknak, többeknek, és nem tud magáról gondoskodni. Na most ez a stroke, vagy szélütés, vagy agyi katasztrófa, vagy sok minden néven illetik, egyetlen egy a legfontosabb, hogy tenni kell ellene, és nem megvárni, ameddig megtörténik. Szeretném elmondani, hogy Európai Unióban, tehát az unió országokban csak évente bő 1,5 millió ember halálát okozza ez a kis dolog. Tehát érdemes lesz egy picit most idefigyelni, és megnézni, meghallgatni, és megjegyezni, hogy mik azok a kiváltó okok, amik egyrészt okozzák, és mik azok a tünetek, amik már előre jelzik, hogy közeledik a szélütés, vagy a stroke, vagy az agyi katasztrófa. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen tünetek. Én eddig azt hittem, hogy egyszer csak Szokásomtól eltérően most kifejezetten olvasni fogunk, mert minden szónak jelentése van. És nem szeretnék félre mondani semmit. Úgyhogy természetesen én is tanultam, de az elmúlt 20 évben, amióta természetgyógyász szat felé húz a szívem, és az emberek segítése a fő életcélom a hátra évelete, hiszen nekem is így mentették meg az életemet, hátsófali szívinfarktusban 30 másodpercig átmentem, ez 20 évvel ezelőtt volt, és akkor elhatároztam, hogy akinek lehet segítek, és hála a jó Istennek, most már nagyon-nagyon sok embernek tudtunk segíteni. Nem is azt nézem, hogy hány ember életét mentettük meg, hanem azt, hogy hány ember kerülte el azt, hogy oda kerüljön, hogy egyáltalán korai halál vigye el, vagy korai olyan visszafordíthatatlan, vagy csak nagyon nehezen visszafordítható betegség, ami az egész család életét tönkreteszi. No, tehát mindenek előtt szeretném, ha a tüneteket beszélnénk meg. A stroke tünetei bizony érezhetőek. Van olyan, hogy az ember azt hiszi, hogy egy kis szédülés, az hát belefér a dologba, biztos rosszul álltam fel, vagy túl melegen van, túl hidegen van, most jól lettem magam, nem aludtam ki magam. Ne magyarázzuk meg a dolgokat, nézzük meg, hogy miért van az, hogy például az ember minden indok nélkül egyszer csak szédül. Vagy például egyoldalú az arc, a kar és a láb egyoldalú kvázi bénulása. Nem bénul még le, de úgy érzi, hogy húha, itt ez az egész jobb oldal, vagy még rosszabb esetben bal oldal, mintha nem akarna úgy megfelelni, ahogy megszoktuk. Aztán a tünetek között a hirtelen kialakuló beszéd és értési szólási zavar. Tehát amikor az ember keresi a szót, és nem találja, és elkezd vele együtt lebágyadni, és szokatlanul megáll a beszédben. Tehát ezek a nem jellemző dolgok, amikor kialakulnak, tessészes lenni mindjárt a legrosszabbra gondolni. És tehát ez már majdnem a... Ez az előszoba. Nem mindig, ez már nagyon közel van. Ez már közel van, de nem mindig vesszük észre. Tehát
van, aki csak hülyéskedésnek szánja, van, aki... Tehát elblicceljük, kérem, vegyük komolyan, és készítsük ki azt a bizonyos telefonszámot, hogyha kell, akkor azonnal hívhassuk, hiszen tessék belegondolni, miért, mit is nevezünk agyi katasztrófának? Azt, hogy 7 kilométer agy hajszál ér, blokkol le és szűnik meg percenként. Jó, hogy az agyunk az a föld körül tekerhető körbe olyan mennyiségű hajszálér hálózza be az agyunkat, de 7 kilométer mennyiségű agy pusztul el percenként. És az agy sejtek pusztulnak, amit nem lehet már visszaállítani. Azért, mert nem kapnak vért? Mert nem kap vért. Hát miért is van a stroke? Azért, mert egy agyi görcs elzárja a vér további áramlását. Hát ez nem más, mint hogyha például ez most a szív környékén volna, akkor nagy valószínűség szerint még nagyobb lenne a baj, akkor lehet, hogy meg is halna az illető, így csak az agy egy bizonyos része hal el. Na most ez nagyon nagy katasztrófát tud hozni. És ilyenkor el kell, hogy mondjuk, hogy minden másodperc számít. Pontosan. Már a telefon, már azonnal hívjuk a mentőket, még... És sajnos én ezt azért tudom, mert édesanyámmal is megtörtént. Ugyanez, ez a furcsa beszéd, és nálam pont volt egy olyan valaki, aki már sejtette, tehát látott ilyet, és rögtön nyújtotta felé a TV távirányítóját, és azért, hogy vajon tud-e nyúlni. És amikor nem tudott utána nyúlni, mert megszűnt a koordináció, azonnal telefonáltunk. Természetesen. Egyébként pontosan ez, tavaly volt egy nagy kampány a stroke visszaszorítása érdekében, és professzor Csiba László, a Magyar Stroke Társaság elnöke egy nagyon jó szlogent talált ki, illetve hát mondott el, és ezt el is mondom önöknek, és kérem, jegyezzék meg, és ezt úgy próbáljanak időnként arra gondolni, hogy a stroke ne késlekedjen, minden perc számít. Tehát az előbb mondtam, 7 kilométer hajszál ér, idegér, pusztul el percenként. Tehát minden perc nagyon sokat jelenthet, és a memóriavesztés, az agysejtvesztés. Tehát hirtelen elhomályosodó látás, kettős látás, látáséllesség szűnése, vagy akár a vakulásig is elmegy ez a dolog. Aztán hirtelen szédülés, egyensúly, mozgási zavarok. Ezzel kezdtem el. Ez a leggyakoribb tünet, ez a hirtelen szédülés. De ha már két jel mutatja, nincs mese, azonnal kórház, orvos, mentők. Minden előzmény nélküli erős fejfájás, nyaki merevség, arcfájdalom, szemek közti fájás, tehát a két szem között itt, tehát ezen a területen itt középen, mint szoktuk mondani, a harmadik szem, itt egy ilyen nagyon nyomó fájást érzünk. Miért? Azért, mert ez agyvérzés. Tehát tolul ott a vér. Nagyon gyakran előfordul hányás, vagy hányinger, tudatzavar, zavartsága, memóriavesztés, térbeli tájékozódás és érzékelések zavarai. Magyarán nem tud koordinálni. Olyan is előfordul, hogy felismeri az illetőt, tehát jelzi, de már nem tud kommunikálni. Igen, tehát ha saját magunk vesszük észre, és mondjuk egyedül vagyunk otthon, minél hamarabb az első tüneteknél nyúljunk a telefonhoz, amíg még képesek vagyunk valamit tenni. Ilyenkor lenne. Az agyat ellátó ér elzáródása az esetek 80-85%-ban okozza ezt a bizonyos sztrókot, míg az agyvérzés csupán 10-15%, és mégis az emberek ma még mindig ott tartanak, hogy az agyvérzésre kell nagyon odafigyelni. Kérem, a stroke ennél rosszabb állapot, és sokkal gyakoribb. Az időfaktor, ahogy te mondtad, rettenetesen fontos, és én arra kérem azokat, és nem csak idős embereket, egészen fiatal, tehát akár 20 év alattiak is, figyeljenek oda, tanulják meg ezeket a jeleket, amiket elmondtam, akár nézzék meg, most tényleg mondom, nézzék meg az ismétlést, hogy miket mondtam el, ezeket jól vésség be, akár saját maguk, akár szeretteik, akár barátaik révén látnak ilyet, akkor tegyenek valamit már azonnal. Na most megint csak fölírtam 10 pontot, hogy a neurológia ennek a, tehát a neurológusok körébe tartozik tulajdonképpen a stroke, de hogy mi mindenre kell odafigyelni, hogy ez ne jöjjön, ne történjen meg. És a végén mondom majd azt, amit
hétköznap mindenki meg tud tenni. Én magamnak azt írtam fel elsőnek, hogy a magas vérnyomás 140/90 arat tartása. Rettenetesen fontos, ez egy ideális állapot. Ha ettől nagyon eltér a vérnyomás, akkor már gyanakodhatunk. A vérnyomás csökkentése nagyon fontos, tehát a magas vérnyomást megszüntetni. Magnéziumpótlás. Hányszor mondtam itt a műsorban is, hogy magnézium, kalcium és a többi a csont miatt, de az agy működése, a memória és egyáltalán az agy működéshez rengeteg magnézium kell. Tessék kérdezni, hogy melyik magnézium, mert nem mindegy, hogy melyik, jó? Mert magnézium többféle van, mint hogy a kalcium is és egyebek is. Nagyon fontos a sok mozgás, a stressz oldás például. A testsúlynak a beállítása. Tehát egy túlsúlyos embernél 10-szer, 12-szer többször fordul elő stroke vagy agyvérzés, mint egy ideális testalkatúaknál. Fontos a nátriumbevitel, és kérem, ha eddig nem tették meg, akkor most ez a legfontosabb ok, amiért le kell tenni a cigarettát, az alkoholt és esetleg a kábítószert. Tehát nincs tovább katyvasz. A leges, leggyakoribb oka az ilyen agyi katasztrófáknak és az agysejt pusztulásának az alkohol, a nikotin. Nagyon fontos az egészséges táplálkozás. Erről nem mondok többet, hiszen hetente erről beszélünk. A cukorbetegség kezelése. Nagyon nagy rizikófaktor a cukorbetegség. Nem feltétlen az egyes, már a kettes is. A rendszeres mozgás. Élükön a úszás, a kocogás, tehát kortól függ. Nincs duma. Tehát aki, jaj, fáj a lábas, akkor úgy mozogjon, csak a felső része, már sokszor beszéltünk, a nyaka mozogjon, az ütőerek, tehát a karotiszok és a többi. Kezelje jól a stresszt. Na most, jóga, memóriajátékok, keresztrejtvényfejtés és a többi minden, ami az agy működést feltétlenül mozgatja. Egy-két pohár vörösbor esténként, jó minőségű vörösbor megengedett. Sőt, ajánlott, hiszen a rozurvasztatin az kifejezetten segíti van, és ezt. És a szívérendszeri betegség. Na most, a végére hagytam azt, amiért az egészet elkezdtem. Nekem az én szívérendszeri problémáimon túl vagyok, akkor megfogadtam, hogy én minden áldott nap beveszek két olyan ginkót, amely tartalmaz még kanodermalucidumot, kínai pecsétvérzgombát, fóktit és kinézési szandrát. Ez így együttesen jól alaposan utáltan észem, volt rá 20 évem. A létező legjobb arra, hogy a sztrókot és az agyi katasztrófákat elkerüljük. Kérem szépen, kitakarítja a kisereket, a nagyereket is gyönyörűen tartja, az érfalakat rugalmassá, áteresztő képességét optimálissá teszi, és ami a legfontosabb, megmarad a memória. Hiszen ezáltal, amiket elmondtam, az oxigén az agyba sokkal több fog feljutni, és az oxigén táplálja az agysejteket, tehát a memóriát is. Én azt gondolom, hogy így együttesen igazán három dolgot tessék megfogadni. Több mozgás, zárójel, étkezés normálisan, ahogy beszéltünk róla, vagy tessék eljönni hozzám szívesen, ingyen és bérmentve segítek mindenkinek. Kettő, tehát a mozgás. Kettő, ideális élet, tehát dohány, nikotin, alkohol mentesen, és nem idegeskedünk. A stressz csökkenteni kell. Baromilyen jól bevált ez a 8 komponensű, hogy mondjam, stresszoldó teja, depresszióoldó teja. Itt kezdődnek ám, tehát innen indul már felfelé a probléma köre, hogyha a stresszet nem tudjuk normálisan kezelni. És a harmadik, minden nap testrészesenni, optimálisan kihasználni az agyat, megterhelni, hogy dolgozzon, ahogy a testnek is az kell. Ne felejtsék el a mondásomat, aki leül, az nem biztos, hogy föláll. És hogy miért most mondom ezt a témát, ez az időjárás, amiben most élünk, kifejezetten a stroke-nak kedvez. Ilyenkor megszabadítva a mentősök rohangásznak össze-vissza, szedik össze a hőség hullámok betegeit. Kérem, most figyeljenek oda, hűtővizet a csuklókra, a nyakra, ne menjenek ki déli
déli időszakban az utcára se, ha lehet, mert a magas hőmérséklet az legkomolyabb rizikófaktor. Életünkről van szó. Tehát mozgás az agynak, mozgás a testnek, és mozgás az életnek. Tessék kérdezni, magnézium, ginkó, halolaj, omega-3, de nem mindegy, hogy melyiket kérdezzenek. Aki kérdez, az válaszot is fog kapni. Így van, én csak kérdezek, hogy a kutis is ebbe a körbe tartozik, csak hogy emlékezzünk, nem olyan rég beszéltünk róla. De nem is akár milyen, és nem is akár mennyi. Kedves nézőink, azt hiszem, hogy ma olyan fontos dologról beszéltünk, ami segíti önöket, informál, hiszen ez a műsorunk célja tanítani, informálni, odafigyeltetni, és persze szórakozni is. Azt hiszem, a mai műsorban mindezt megkapták, úgyhogy kérem, nézzék az ismétléseket. Az első ismétlés csütörtök hajnalba 3:30 van, majd csütörtökön 13 órakor, tehát ebédidőben, aztán szombaton délután 18 órakor, és vasárnap reggel 8-tól 10-ig lehet nézni minket. Lehet követni a Facebookon minket, sőt van saját weboldalunk is, www.teagloriával.hu, és van egy telefonszámunk, amit én fogok fölvenni. Kérem, hogy reggel 9 előtt ne telefonáljanak, és csak a Te a Glóriával című műsorban előfordult kérdésekhez szóljanak hozzá, semmi más műsorról nem tudok felvilágosítást adni. Ez a telefonszám pedig nem más, mint 0620 9 340 330. Remélem, hogy jól éreztük magunkat, mozogjanak, például úgy, hogy emelgetik a teás csészét, és így mindjárt a folyadékbevitel is meg lesz. És akkor, kedves Tibor, egészségünkre igyunk, és természetesen az önök egészségére is.